Már javában zajlanak a burkolási és tereprendezési munkálatok a Szekszárdi Családbarát strand és élményfürdőben, ugyanis néhány napon belül, május 16-án nyitja meg kapuit a strandolni vágyók előtt. Baj Attila, az üzemeltető cég ügyvezetője azt mondja, több medence is megújul majd. A vendéglátó rész az gyakorlatilag teljesen felkészült, tehát ott akár ma is ki tudnánk nyitni, úgyhogy azzal nincs gond. Még hátul a röplabdapályák, azok, ahova homokot szeretnénk hozni, azt kicsit rendbe rakni, de alapvetően úgy gondolom, hogy jól haladunk. A fürdőben egy nagy élmény, egy ülő, egy ugró, egy úszó, illetve egy gyerekmedence található, de természetesen 4 csúszda is rendelkezésre áll azoknak, akik a pihenés mellett egy kis izgalomra vágynak. Illetve van lehetőség a népszerű strand sportokra is, mint a kézlabda és a röplabda. A nyitvatartás annyiban fog változni az előző évekhez képest, hogy nem fogunk reggel 6 órakor kinyitni, hanem csak 9 órától lesz nyitva a strand, szokásos este 8-as zárással. Illetve tervezzük azt, hogy olyan programokat iktatunk be, amik eddig azért nehézkesen mentek, ebből most szeretnénk egy 3-4 alkalmat, tehát itt az éjszakába belecsúszó fürdőzés, zenekísérettel, nyilván a büfék nyitvatartása mellett, tehát tervezünk 3-4 ilyen alkalmat. Június 16-ától tehát a Szekszárdi Családbarát strand és élményfürdő egészen augusztus 31-ig várja a látogatókat.